Nagyot szólt a helység kalapácsa tegnap és ma is a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Az intézmény névadójáról elnevezett amatőr színkör nemzeti ünnepünk előtt Petőfi Sándor komikus eposzának színpadi változatával tisztelgett. Az előadás egyik érdekessége az volt, hogy Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze játszotta a főszerepet. Ahogy a sok klasszikus műnél, így Petőfi helység kalapácsában is a bonyodalom középpontjában a nő áll. Jelen esetben a szemérmetes Erzsók, aki férje halála után megörökölte a kocsmát, és mindenki belé szerelmes, legalábbis a kovács és a kántor biztos, ezzel el is indul a kalamajka. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából azért erre a történetre esett a Bessenyei színkör választása, mert Petőfi szövege nagyon veretes és vidám. Nem annyira az aktualizálás volt a cél, hanem a hangulat, tehát visszahozni ezt az 1800-as évekbeli hangulatot, segített ebben a kocsma jelenetben Petőfi egyéb verseiből választott kis részlet. Ezt meghallja a közönség, hogy ez ismerősebb talán ez a szöveg, Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát, ismerősebb, mint a helység kalapácsa szövege. A Bessenyei Színjátszó kör még decemberben kezdett el próbálni. Össze kellett hangolni a zenekart, az Árendás Néptánc Együttest, valamint az amatőr színjátszókat, a profi színművésszel is. A társulatot ugyanis Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház tagja is erősítette. Ő bújt a főszereplő bőrébe. Elég maximalista embernek tartom magam. Én magamhoz vagyok nagyon-nagyon nagy maximalizmussal, és hát sajnos, vagy hál' Istennek egy ilyen típusú ember vagyok, hogy ugyanezt én elvárom másoktól is, illetve azt gondolom, hogy képesek rá, és mindenki képes erre a 100 vagy akár 120%-on pörögni. És nyugodt szívvel mondhatom, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött mindenki a próba folyamat során, és büszke vagyok rájuk. A helység kalapácsának tegnap volt a premierje, ma pedig háromszor ráadás. Aki mégis lemaradt volna róla, áprilisban még lesz alkalma megnézni. Az előadás kapcsán kulisszatitkokra a jövő heti kulturális magazinból lehet majd szert tenni.